Gödöllőn az egyik iskola közvetlen bejáratánál vagyok. Elképesztő, hogy mi minden van itt. Egy órája szelem a szemetet egyébként az iskola mellett. Konkrétan az iskola mellett egy méteres távolságban, egy méter szélességben eddig körülbelül 50 métert haladtam. Főleg cigicsikkekre specializálódok. Természetesen nem hagyom ott, ami más szemét, de úgy tűnik egyébként, hogy nagyjából a szemét nincsen, leszámítva a cigicsikkeket, de az elképesztő mennyiségben van. Megmutatom, hogy mit látok, és ez bosszant a leginkább, mert ahhoz nem tudok hozzáférni, még csak kiszedni se tudom. Azt nem értem egyébként, hogy mi visz rá embereket arra, hogy bárhol is kipottyanjon a kezükből, de legalább az iskola közelében ne tennék. Tehát elképesztő, ami itt van. Megmutatom, annyit látok. Úgyhogy amit tenni tudok, hogy amihez hozzáférek, összeszedem, a végén megmutatom, hol tartok. Egyébként egyenlőre ez a távolság az, amit bejártam. Lehet látni, a sárga épületig jutottam el. De kérdezték az egyik iskolás, hogy mennyi szemetet szedtem, mert hogy ő nem tudom hány zsákkal összeszedett, tök szép, meg tök jó, mondtam neki, hogy én kimondottam az apró szemétre. Mentem rá, ami veszélyesebb, mint bármi más, úgyhogy remélem, hogy hatékony lesz, de az, hogy csak úgy eldobálják a cigarettacsikket, ezt nem fér.